Nem csak a fővárosban, vidéken is komoly gondokat okozott a hirtelen visszatérő tél. A Mátrában például 10 cm-nyi hó esett, ami miatt le kellett zárni a 24-es főút több szakaszát. Nem volt jobb a helyzet Nógrádban sem, a Balatonon közben már-már orkán erejű széllel tombolt a vihar. Mi Tiszakécskérén indultunk el hajnalba, hát ezt nem gondoltuk, hogy erre ilyen idő lesz. Hegedűs Istvánt is visszafordították a rendőrök a 24-es főút Mátrán átvezető szakaszán. Az elakadt járművek miatt itt le kellett zárni az utat, a forgalmat nagy kerülővel terelték el. A Mátrában éjjel kezdett havazni, és még délelőtt is szakadt a hó rendületlenül. A rendőrök mindenkit megállítottak és visszafordítottak. Most oda vagyunk, most oda, fel Galtetőre. És akkor most mit tudnak csinálni, hogy nem tudnak felmenni? Fogalmunk sincs, nem tudunk, hogy merre tudunk menni, hogy felmenjünk, nem tudjuk. Hát most ide Sasvárra jöttünk volna. Tehát most akkor mi fordulnak vissza, akkor itt vannak Sasvárra? Hát már itt nem bírok felmenni szerintem, megyek vissza fel a futóval. Egymás után mentek az áramszolgáltató autói a Mátrában azokra a helyekre, ahol a vezetékekre dőltek a fák. Erős szél és 8-10 cm hó nehezítette a dolgokat. Az erdőben rájuk nehezedő hó súlya miatt rengeteg fa adta fel és dőlt ki. Ahol villanyvezetékekre dőlt vagy szakadtak a faágak, ott ezeket mind el kellett távolítani. Régen volt már ilyen az én időszak, gyerekkoromban is volt már áprilisban hó, tehát ritka. Nem sok, hogy mondjam, tehát kárt okoz azért most már, főleg a mezőgazdaságban is. Nógrád megye székhelyén is arra ébredtek az ott élők, hogy fehér minden. Reggelre itt is 5-6 cm hó esett. Sokan kezdték itt is a napot azzal, hogy az autókról takarították a havat. Az utakon délelőtt elolvadt a hó, de a kertekben a virágokat sokáig fehér lepel fette. Meglepetésképpen nem ért minket, mert a Mátrában tegnap már havazott, de nem nagyon örülünk ennek a hónak. Mindenki nyári gumbival indult el dolgozni, szerintem egy picit el is késtünk. Bedugult és leállt, majd lépésben araszolt a kocsisor az M7-esen ért közelében a Balaton irányába. Egyik arra járó kollégánk küldte ezt a felvételt, melyen látszik, hogy egy felborult furgon miatt akadt el a forgalom. Valószínű, hogy ebben a balesetben közrejátszott a szakadó hó, amely miatt nyálkás csúszós lett a stráda burkolata. A baleset miatt 10 kilométeres kocsisor torlódott fel néhány perc alatt. Hatalmas hullámok verdesték a parti köveket a Balatonon is. Pár napja még sokan sétálgattak erre, de ma már teljesen kihalt volt a part mindenhol. 100 kilométeresnél is erősebb szélőkésekkel tarkított viharos szél tombolt a tavon. A hőmérséklet a Balaton környékén is alig haladta meg a 3-4 fokot.